Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Jászapátin a vártnál is jobb ütemben zajlanak a felújítások. A Jászberényi Tankerületi Központ intézményeiben zajló koronavírus tesztelésen a nevelési-oktatási tevékenységet végző munkatársok 90-95%-ban vettek részt. Tovább folytatódik Jászárok szálláson az önkormányzati dolgozók korábban megkezdett tesztsorozata. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják 18 településről 18 órától. Jászapátin a vártnál is jobb ütemben zajlanak a felújítások. A Perlaki ház még ebben az esztendőben elkészülhet, a vasútállomás előterében befejezték a térkövezést. A Dózsa kúria épületének környezetében már csak apróságok kivitelezése van hátra, miközben a Temesvár szegregátumban is lezárult a fejlesztések első szakasza. Egyre szembetűnőbb az apáti Perlaki ház külleme, már sikerült visszanyernie az eredeti alakját. Ott jártunkkor is serényen dolgoztak a munkások, akkor éppen az udvar kialakításán munkálkodtak. A beruházás eredményeképpen egy olyan épülettel gazdagodik majd a város, ahol a századforduló kereskedelmi hagyományaival, valamint a kézműves és kisipari termékek előállításának tradíciójával ismerkedhetnek meg a fiatal tanulók vagy az érdeklődők, látogatók. A kivitelező idén decemberben befejezi a munkálatokat, de a 140 millió forint értékű beruházás hivatalos átadási határideje valójában csak 2021 tavaszán lesz. A Dózsa kúria még előre haladottabb állapotban van, itt is már csak simítások vannak, elkészült az épület és a hozzá tartozó rendezvényi előtér is. A kivitelező Erdély Stílus Építőipari Szolgáltató Kft.-nek köszönhetően a közel 110 millió forintba került épület kívül belül megújult. A műszaki bejárást követően kisebb javítások elvégzésére van még szükség, és az átadás megtörténhet. A Perlaki ház átadására jövő tavasszal kerül sor, bár a kivitelező utána nézett a történetének, és idén 100 éves ez az épület, tehát megérdemelte, hogy a város éke lehessen. Ezek a fejlesztések a közeljövőben fontos funkciókat látnak majd el a város életében, ezért komoly fegyvertény, hogy nem önerőből, hanem pályázati forrásokból sikerült új életre kelteni őket. Előjáróban el kell mondanom, hogy nagyon sok fejlesztés csak pályázati forrásból tud elvégezni, hiszen a rendelkezésre álló önerő csekély mértékű, valamint a központi költségvetésből kapott támogatást a kötelező feladataink ellátására fordítjuk elsősorban. Ezért örömteli, amikor egy-egy pályázati lehetőséghez jutunk. Ezek közül egyik a Dózsa kúria felújítása, a másik a Perlaki háznak a felújítása, és nagyon értékes pályázati forrást fektettünk a szegregált lakókörnyezetben élők életminőségének javítására kiírt pályázat során is. Utóbbival a Hír 18 egy következő adásában részletesebben is foglalkozunk. Ez pedig már a jászapáti vasútállomás történelmi épületéhez vezető járda vagy peron. Itt szintén befejeződött a térkövezés városi forrásból a helyi közmunkások keze nyomán. Az ipari park is vélhetően elkészül az év végéig, és a jelenleg lezárt strandon tavaszig szintén dolgoznak a tervezett csúszdákon. Ezen a héten zajlott a Jászberényi Tankerületi Központ intézményeiben a nevelési-oktatási tevékenységet végző munkatársak koronavírus tesztelése. Az önkéntesség alapján működő vizsgálatsorozaton a pedagógusok 90-95%-a vett részt. A tesztelés eredményei miatt nem kellett egyetlen helyen sem a működtetést alapvetően befolyásoló intézkedést tenni a kistérségben, mondta a tesztsorozat tapasztalatait összefoglaló Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerület igazgatója. A megyei kormányhivatal és a járási hivatalok koordinációjával végezték hétfőtől a Jászberényi Tankerületi Központ nevelési-oktatási tevékenységet végző munkatársainak önkéntes koronavírus tesztelését. Az oktatási intézményekben dolgozóknak kb. A 90-95%-a tesztelteti magát. Jelen pillanatban nincs olyan intézményünk, ahol a tesztelés eredménye miatt kellett volna akár karantént, akár egyéb intézkedést elrendelnünk. Közel 900 dolgozó dolgozik a tankert intézményeibe, az nem
lenne reális, hogyha nem szűrnének ki egyetlen egy dolgozót sem. Volt már olyan intézményünk, ahol pozitív teszteredmény született, ez azonban nagyon-nagyon minimális, tehát csak hozzávetőlegesen, tehát naponta körülbelül 120-150-200 pedagógust tesztelnek, és mondjuk a hétfői napon a tesztelt 170 pedagógusból 3 pedagógust szűrtek ki. A tesztelések eredményeit folyamatosan értékelik, és annak megfelelően járnak el, tette hozzá a tankerület igazgatója. A tantermen kívüli digitális oktatás november 11-től megkezdődött a Jászárokszállási Deák Ferenc gimnáziumban, valamint a Lehel Vezér gimnáziumban és a Szent István Sport általános iskola és gimnázium középiskolai osztályaiban. Ezeken kívül egy-egy intézményben került esetleg karanténba egy osztály, illetve olyan jelen pillanatban, de a karantén, illetve a digitális oktatás ez le fog telni a héten. Például Jászárokszállásán Széchenyi általános iskolába, felső tagozatba rendeltünk el digitális oktatást. A tankerületi központ igazgatójának értékelése szerint minden feltétel adott ahhoz, hogy sikeresen védekezzenek az oktatási intézményekben. Mindenki megértette, hogy ezek az intézkedések, ezek az ő érdekébe, illetve a mi érdekünkbe kerülnek elrendelésre. Az elmúlt 3 hónapban folyamatosan érkeztek a szükséges eszközök ahhoz, hogy a lehető legbiztonságosabb körülmények között végezhessük el a munkát, mind a pedagógusok, mind a dolgozók, mind az iskola tanulói, és hát ez az elkövetkező időszakban is én úgy gondolom, hogy így lesz, tehát mi biztosítani fogjuk ezeket az eszközöket, illetve ezeket a felszereléseket az intézményeinknek. Rendkívüli intézkedést egyelőre a tankerület egyetlen intézményében sem kellett végrehajtani, a tesztelés nyomán, tette hozzá Zsemberi Zoltán. Tovább folytatódik Jászárokszálláson az önkormányzati dolgozók korábban megkezdett teszt sorozata. A helyi operatív törzs döntése szerint a karanténból visszatérő dolgozókat is tesztelik, mielőtt felveszik a munkát. Továbbá minden 65 év feletti helybéli idősnek egyszeri 5000 forint támogatást adnak a rendkívüli helyzet miatt. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink következnek. Szomorú rekord a koronavírus elhalálozások számában. Új eljárásrend lépett életbe a postákon, a nyitás első órája az idősek sávja lett. Nem csak elkészült, de már műszakilag is átadták a Klapka szakképző új épületét. Hamarosan elkészül a Gorjánc Ignác utcai játszótér a Jászfővárosban, és az első jászberényi adventi gyertyagyújtást a Jászberényi Kulturális Programok közösségi oldalán követhetik nyomon a város lakói. Rövid híreink következnek. Ahogyan várható volt, az országos tesztelés pontosabb képet mutat a fertőzöttek számáról, ezért látványosan nőtt a fertőzöttek száma az elmúlt 2 napban. Itt már megjelennek a mentők által a szűrőbuszokon a kórházi dolgozók körében, gyors teszteléssel kiszűrtek is. A november 27-i adatok alapján 6393 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést, ezzel 198440 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. Minden eddiginél több, 135 többségében idős, krónikus beteg hunyt el. A gyógyultak száma 52126 főre emelkedett, az aktív fertőzöttek száma 141950 fő. Jászlakoszolnok megyében november 25-én 6586 fertőzött személyt tartottak számon. Hazánkban 7591 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 647-en vannak lélegeztetőgépen. A bölcsődei, óvodai, iskolai és szociális dolgozók körében elvégzett célzott, csoportos tesztelés összesített eredményét a jövő hét elején várhatjuk. November 26-ától új eljárásrend lépett életbe a postákon. A nyitást követő első órában elsőbséget biztosítanak a kiszolgálásban a 65 év felettieknek. Ismét életbe lép, hogy egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben, ahány kiszolgáló pult működik. A postán kézbesítés közben, az üzemekben, valamint a postai irodákban továbbra is kötelező a maszk használata, és kérik a lakosságot, hogy viseljenek önök is maszkot, amikor kollégáikkal találkoznak, írja a Magyar Posta web és Facebook oldalán.
A Szolnoki Szakképzési Centrum Jászberényi Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskolájának Kossuth úti tagintézménye új szárnyal bővült. Ahogy arról korábban részletesen beszámoltunk, az új épületben két új tanműhely, három kisebb tanterem és egy 100 négyzetméteres pályaorientációs terem is várja majd a diákokat. A műszaki átadást követően csütörtök délután szemlézte az új épületet Budai Lóránt polgármester. Örülök egyébként, mert a beruházások közül szinte az egyetlen, amelyik környékén körül nem volt semmilyen probléma és semmilyen olyan felmerülő gond, amit gyorsan kellett volna orvosolnunk. A beruházás annak megfelelően történt, ahogy azt szerettük volna. Ahogy most körbenéztünk, nagyon szép és mindenképpen dicséretes az, ami itt történt, és nagyon bízom benne, hogy a jövőben nagyon sok tanulónak válik ez előnyére, és nyilván a város előnyére is, úgyhogy mindenkinek előnyös tanévkezdést kívánok majd, és jó egészséget. A tanulók várhatóan 2021. szeptemberében vehetik majd birtokba az új épületszárnyat. Az elmúlt két napban látványosat változott a Gorjánc Ignác utcai játszótér. Szükség volt rá, mert a korábbi eszközökön már nem lehetett biztonságosan játszani. Játszóeszközök javítása már nem volt lehetséges, tudnélik a kialakításuk nem igazán volt megfelelő. Az új játékokat az RDM Kft-től bekért árajánlat alapján ettől a cégtől vásároltuk. Három darab csúszdás játékról van szó, az egyiken hinta is van, a másikon mászóka, a harmadikon pedig köteles mászóka. Az elhelyezést és a játékok megfelelő ütéscsillapító felületének kialakítását a VVZRT vállalta magára. A játszóeszközöket felállítottuk egyelőre, most folyik a szegélykövek kialakítása, illetve a kavicságyazat ütéscsillapító felület kialakítása. Mindenre az önkormányzat közel bruttó 2 millió forintot biztosított, míg a megvalósítást és az egyéb megközelítőleg 500 000 költséget a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit ZRT vállalta a saját költségvetéséből. Ha az időjárás nem szól közbe a felújítást, december 15-éig befejezik. Jász Apátin az idei karácsony fáját egy kedves fiatal pár, Vágó Marian és Gyenes Balázs ajánlotta fel. Ezen túl a fenyő felajánló között szerepel még Urbán Miklós néni, Szabó István és Mihály Péter. A felajánlott fák közül némelyiket majd díszítéssel használják a főtéri ünnepi hangulat kialakításához. Borbás Bélának és munkatársainak, valamint a közmunkaprogram dolgozóinak köszönhetően pénteken már a helyére került a város főterén a karácsonyfa, mely a hétvégén díszöltözetet is kap az adventi időszakot hirdető nagykoszorúval együtt. Mivel a kormányintézkedések jelenleg nem teszik lehetővé az adventi közös ünneplést, így hétvégén Farkas Ferenc polgármester adventi gondolatait közöljük online felületeinken. A járványügyi korlátozások miatt idén a jászberényi adventi programokat az online térben követhetik nyomon az érdeklődők. A jászberényi kulturális programok honlapon, illetve Facebook oldalán advent első vasárnapján, november 29-én délelőtt 10 órától ünnepre hangoló kézműves foglalkozás részeként adventi koszorút készítenek, majd 10:30-tól a Szépség és a Szörnyetek táncházi előadását mutatja be a VSG Táncszínház. Délután 5 órától gyertyagyújtás, az ünnepi szónok ez alkalommal Budai Lóránt polgármester lesz. Este 6 órakor pedig ünnepi pódium előadást láthat a közönség. A Jászság Népi Együttes Magyaroké Pillanatképek Erdélyből című műsorát mutatják be advent első vasárnapjának online program sorozatában. Az állami fenntartású egészségügyi és pedagógiai intézményekben zajló koronavírus teszteléssel párhuzamosan tovább folytatódik Jászárokszálláson az önkormányzati dolgozók korábban megkezdett tesztsorozata is. A helyi operatív törzs döntése szerint a karanténból visszatérő dolgozókat is tesztelik, mielőtt felveszik a munkát. Döntöttek arról is, hogy a rendkívüli helyzetre tekintettel minden 65 év feletti helybéli idősnek egyszeri 5000 forint támogatást adnak, valamint az önkormányzati dolgozók félhavi bérüknek megfelelő összeget vehetnek át még karácsony előtt. Jászárokszálláson naponta ülésezik a helyi operatív törzs, hogy áttekintsék a város járványügyi védekezési, megelőzési lehetőségeit. Közben tovább folytatódott helyben az önkormányzati dolgozók november elején megkezdett koronavírus tesztelése, újabb pozitív esetet egyelőre nem szűrtek ki. A teszt nem mutatott ki pozitivitást egyik dolgozóknál sem, de azt is bevezettük, hogy aki betegállományba vagy szabadságon van, két napnál tovább, akkor csak úgy jelent vissza dolgozni, hogy a teszt eredményét hozza magával. Vettünk anyagot hozzá, tehát senki nem jöhet úgy vissza, hogy ne győződjünk meg róla, hogy nem fertőző.
Azt szeretnék, hogy ne kelljen bezárni sem az óvodákat, sem pedig a bölcsödét a járvány terjedése miatt. A tesztsorozat indításakor kiszűrt 5 dolgozón túl nem találtak újabb eseteket. Az érintettek a karantén leteltével fokozatosan térnek vissza munkájukhoz, de csak a város által biztosított újabb teszt negatív eredményével. A rendkívüli helyzet miatt az önkormányzat támogatások elkülönítéséről is döntött. A 65 év feletti jászárokszállási lakosoknak 5000 forintot juttatunk azért, hogy főleg ezt a korosztályt sújtja a infláció elszabadulása, a ételek különböző zöldségek vonatkozásában, gyümölcsök vonatkozásában. Ez 1520 embert érint jászárokszálláson. A kiértesítések már megtörténtek, az érintettek a jövő héten vehetik át postai úton az összeget. Az idősek támogatásán túl szintén a járványhelyzetben megnövekedett feladatok ellátása miatt a város minden önkormányzati dolgozója számára 2 heti bérének megfelelő jutalmat utalnak még karácsony előtt. A közterületeken továbbra is rendszeresen fertőtlenítenek a helyi tűzoltók, illetve a tesztelés helyi kiterjesztéséről is határozott az operatív törzs. Azokat a dolgozókat is letesztelték ma, illetve az elmúlt napokban, akik az országos tesztelésen nem voltak érintettek. Ilyen helyzetben készül a város az adventre. A karácsony akkor is eljön, hogyha vírus van, és az egész év egy csodálatosabb ünnepe. Így ma estétől már a díszvilágításnak 60%-a aktiválva lesz, tehát be lesz kapcsolva, és teljes tíz pompájába hétfőre lesz készen az egész városra. Természetesen a közösségi programok jászárokszálláson is elmaradnak a korlátozások miatt. Még mindig megtekinthető a Jászok Egyesülete közösségi oldalán a Jász Alkotók Köre virtuális kiállítása, mely az idén jubiláló alkotócsoport főként idei munkáiból több mint 40 festményt választott. Az online kiállításra azért volt szükség, mert a koronavírus járvány meghiúsította az idei 25 éves jubileumi közös ünneplést. Sok dolgot változtatott meg egy év alatt a koronavírus járvány, ilyen, hogy a kulturális terek átköltöztek az online térbe. Kényelmesebb, de korán sem hozza ugyanazt az élményt a kettő. Nem olyan élvezetes például egy színházi előadást otthon nézni, vagy egy virtuális tárlat képeit sorra kattingatni. A Jászalkotók Körének sem maradt más választása ebben az esztendőben. Mi magunk egy virtuális kiállítással készültünk, mert sajnálatos módon minden rendezvényünket, közös kiállításunkat törölte ez a helyzet, és egymásban e-mailben tartottuk a lelket, illetve biztattuk a tagjainkat, hogy alkossanak, és ezen a virtuális kiállításon majd látható. A virtuális kiállítást jelenleg a Jászok Egyesülete közösségi oldalán, majd később az ArtNet Hungary magángaléria online felületén is láthatjuk. Nem pótolja persze a személyes találkozást, nem pótolja a baráti beszélgetéseket és az együttléten való öröm érzését, de mégis valami, hogy vagyunk és várjuk, hogy elmúlik ez a világjárvány, és akkor újra itt töltetjük a nyarakat, ahogy eddig, most már 25 éve. Hiszen 25 éve alapították az alkotóközösséget, akik idén sajnos a jubileumot nem tudták megünnepelni. Híradónk után azonnal kezdődik Fáma című kulturális magazinműsorunk Erdei Gábor műsorvezetésével, aki már is ismerteti önöknek a mai témát. Szervusz Marika, köszöntöm a nézőket! A Fáma kulturális magazin mai műsorában a 2021-es évre bizakodóan fogunk előre tekinteni, mert az év első felében jó esetben, ha nem remélhetők, a második felében fog megvalósulni a tradíció fúzió, illetve a kultudvar, mondhatom így, közös program sorozata, melyben nagyon érdekes főként a folkzene vonalon mozgó útkereső együtteseket fogunk megismerni, illetve megismerjük a Kultudvar, illetve Kocsán László és az Országos Néptánc Baráti Kör gondolatmenetét, hogy hogyan érdemes, vagy milyen módon a közeljövőben őrizni a hagyományt, illetve közösségeket építeni. Szóval elég sok mindenről lesz szó a következő magazinban. Várjuk Önöket a képernyők elé. Köszönöm, Gábor, most lássuk még egyszer legfontosabb híreinket röviden.
Jászapátin a vártnál is jobb ütemben zajlanak a felújítások. A Jászberényi Tankerületi Központ intézményeiben zajló koronavírus tesztelésen a nevelési oktatási tevékenységet végző munkatársok 90-95%-ban vettek részt. Tovább folytatódik Jászárok szálláson az önkormányzati dolgozók korábban megkezdett tesztsorozata. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat megtalálják internetes platformjainkon, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jttv.hu oldalon. Ne feledjék el magukkal vinni a maszkot, tartsák a megfelelő védőtávolságot, mossanak minél gyakrabban kezet, és tartsák be a kijárási korlátozásokat, vigyázzanak magukra és egymásra. Minden jót kívánok! Stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.